Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkat, közös gondolkodásunkat is azzal a párhuzamossággal kezdjük, és annak átgondolásával, hogy mi emberek testben és lélekben élünk. Van bennünk anyagiság, tapasztalható valóság, érinthetőség, láthatóság, hallhatóság, tehát mindaz, ami az érzékszervekre hat. Ugyanakkor vannak bennünk rejtett dolgok is, a gondolataink, a belső világunk, a lelki dolgaink, annak rezdülései. Ez a szellemi valóságunkhoz tartozik, mégpedig a szellemi lelkünkhöz. Az értelem, a szabad akarat, a Jóisten halhatatlan lelket adott az embernek, és így vagyunk mi az ő képmásai. Hiszen az Isten a végtelen, örökkévaló, szellemi valóság, szent háromságos egység, életközösség. Ez a mi szellemiségünk forrása is, hiszen ő teremtett meg bennünket. Nyilvánvalóan mindenről hívő módon gondolkodunk, hiszen a Lélekemelő, mint adás, mint műsorsorozat, vallási műsor, tehát a hit oldaláról tekintjük az embert és az emberi valóságot. Van bennünk testi, érzékelhető valóság, és van bennünk szellemi, láthatatlan valóság. És amikor a Szentírásról gondolkodunk, Jézus kínálatáról, az ő kinyilatkoztatott, örök életre szóló kínálatáról töprengünk, akkor is ennek a kettősségét kell szemügyre vennünk, hogy jól értsük Jézus szavait, amikor meghökkentő ajánlatot tesz a környezetének, majd pedig ajándékot ad, azt már kifejezetten át is adja a tanítványainak. A Lélekemelőben hosszú sorozatként Szent János apostol evangéliumát olvassuk, és folytatjuk a János evangélium a 6. fejezetét. Vannak ismétlő, már ismert és még feltáratlan kérdések. Ezekre szeretnénk ma is figyelni. Erre hívom fel a kedves nézőink érdeklődését a közös gondolkodásunk érdekében. Az Úr Jézus azt mondja, János evangéliuma 6. fejezete szerint, az 51. verssel kezdődően, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok a testem, a világ életéért. Itt még a táplálék szintjén, a táplálék fogalmánál tartunk. Tudjuk jól és emlékszünk arra, hogy megelőzi ezt a kinyilatkoztatást a csodálatos kenyérszaporítás eseménye, legalábbis ahogyan János evangélista ezt szerkeszti a könyvében és itt a 6. fejezetében. Fokozatosan épül egymásra a jézusi kinyilatkoztatás és annak feltárása és feltárulkozása. Ezt az Úr Jézus nyilván jó nevelő szándékkal is teszi a hallgatósága és a tanítványai számára. Testét ételnek mondja. Természetesen erről is gondolkodtunk. A dolgok lényegét megváltoztatni nekünk embereknek nem áll módunkban, bár a dolgok lényegét mi emberek közös megállapodással határozzuk meg, amikor fogalmakat alkotunk a teremtett világ dolgairól. Tehát ez közmegegyezés, amikor egy-egy jelenséget, egy-egy dolgot, tárgyat, élőlényt, vagy bármit, eszmei dolgokat, egy-egy foglalkozást, hivatást,
valamiképpen elnevezünk, tehát egy fogalmat alkotunk, egy kimondott hangsort, egy kimondott szót, amely a különböző nyelvekben ugyan eltér, de a fogalom tartalma mégiscsak bármilyen nyelven mondjuk is ki azt, az ugyanaz, legalábbis ugyanannak kell lennie, maradnia, mert egyébként nem tudnánk közösen gondolkodni a dolgokról, nem tudnánk egymással párbeszédet folytatni, vagy vitát kezdeményezni. Ezért a tartalom az nagyon fontos, hogy egy fogalomnak mi a jelentése, és a tartalom az mindig arról szól, ami a dolognak a lényege, hogy a rendeltetése, hogy ez a dolog mi célt szolgál, mire való, mire szoktuk használni. Ezek a dolgok lényegi elemei, és ezeket a lényegi kérdéseket nem áll módunkban megváltoztatni. Ugyanis akkor a hazugság hibájába, bűnébe esnénk, illetve becsapnánk egymást, vagy egymás mellett elbeszélnénk, úgyis mondhatnánk, hogy mellé beszélnénk, mert meg kell mindig egyezni legalábbis egy adott beszélgetés alkalmával, hogy mit értünk az adott fogalom alatt, amiről szó esik. Tehát így nagyon fontos ez a fogalomtisztázás. A dolgok lényegét az ember néha megváltoztatja, tehát nem mindig arra használjuk a dolgokat, amire az való. Amikor a környezetünkben rendetlenség van, valamit nem oda teszünk, nem teszünk vissza a helyére, nem oda teszünk, ahová való, akkor általában rendetlenségről beszélünk. Ezek az űrzavaros, idegen szóval kaotikus helyzetek, és a rendetlenség az egyszer s mint, más szóval úgy mondhatnánk, hogy hazugság, mert a dolgok nincsenek a helyén. Hát eszmei, szellemi értelemben is vannak ilyen rendetlenségek, ilyen zűrzavarok. Ezt hazugságnak mondjuk, mert a dolog nem ott van, ahol lennie kellene. És a dolgot nem arra használjuk, amire azt használni kéne. Nagyon sokszor eltűnődök ezeken a nagy vonalú emberi megoldásokon, amikor mi emberek túltesszük magunkat egy adott helyzeten, és a dolgok rendeltetését megváltoztatjuk. Ha én ezt a poharat ráteszem erre a könyvre, akkor a könyvnek a rendeltetését megváltoztatnám. Mert a könyv az másra való, nem arra, hogy tárcaként, alátétként, pohár alátétként használjuk. Tehát ilyen egyszerű. És amikor mégis megtesszük ezeket a látszólag jelentéktelen dolgokat, vagyis a dolgok nem kerülnek a helyükre, akkor ebbe a hibába esünk bele, akár fizikailag a környezetünket tekintve, akár pedig a szellemi világunkat tekintve, a fogalmak szintjén, a beszéd szintjén, a kimondott állítás igazság tartalma szempontjából, ezekre oda kell nagyon figyelnünk. Az Úr Jézus megteheti azt, hogy a dolgok lényegét megváltoztassa, mert ő a Teremtő Isten igéje, a második isteni személy, tehát ezt az isteni hatalmat hordozza emberileg és az emberi világban, az emberi környezetben, az emberi életében. Az Úr Jézus megtartott minden rendet, megtartotta népének törvényeit, a vallási törvényeket, és még inkább megtartotta mindazt, amit a mennyei atya rábízott, és amit megkívánt tőle emberi küldetésében. Tehát ilyen értelemben sem találunk rendetlenséget az Úr Jézus életében, de mégiscsak van isteni hatalma arra, hogy a teremtett dolgok lényegét megváltoztassa, és így módon kimondja azt magáról, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. És így nem a hús, vér, testét
nevezik ki valójában kenyérnek, és nem nevel kannibálokat a tanítványaiból, vagy ahogyan a pogány vallásokban, törzseknél az emberhús fogyasztása, az kultikus cselekmény is volt, vagy ma már nem annyira, de a vallás történet ezekről beszámol. Tehát vannak ilyen emberi megoldások, vallási megnyilatkozások, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy inkább fordítva történik az átlényegítés majd, amikor az ő személyi valóságát, az ő áldozati küldetését, az áldozatra fölajánlott személyét helyezi bele a kenyérbe és a borba, tehát a kenyeret és a bort lényegíti át az ő testévé és vérévé, nem pedig a húsvér testét lényegíti át, vagy nevezi ki kenyérré és borrá. Csak ezekben az előzetes kijelentésekben, amelyeket itt olvasunk, János evangélium a 6. fejezetében, ez az élet kenyeréről szóló nagy beszéd, kinyilatkoztatás, akkor nyilván első hallásra ezt félre lehet érteni, amikor azt mondja, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. És itt hangsúlyos az irány, az érkezés, honnan jött Jézus, a természet feletti világból, tehát az isteni világból lépett be az embervilágába, és alászállott a földi világba, tehát a természet fölöttiből jött a természetesbe, a teremtő belép a teremtett világába, amit ő teremtett, és az ő tulajdona is, ezért mondtam így, hogy világába, mert nem egy tőle független teremtett világról beszélünk, hanem a teremtőjé a világ, amit teremtett, ővé a föld, és mind, ami betölti, ővé a hegyek, minden orma, a tenger, a szárazföld. Az ő alkotása, a zsoltárok erről szépen beszélnek, és a teremtő belép az általa teremtett világba, a világába, mert ez az övé, a mi életünk is a teremtőjé, az ő tulajdona. És Jézus ilyen értelemben mondja el, hogy honnan jött, már ezen is megütköznek hallgatói, a környezete, akik ismerik az ő származását, ismerik a családját, ismerik azt, hogy mi a foglalkozása, és megütköznek ezen, erről olvastunk már a 41. verssel kezdődően, vagy a 42. versben, hogy nem Jézus, ez Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját, hogyan mondhatja hát, hogy a mennyből szálltam alá. És aztán jön a még nagyobb értetlenkedés, amikor kenyérnek mondja magát, mert ezzel egy valóban az égből hullott táplálékra utal Jézus, ezt is olvastuk már a 49. versben, amikor mondja, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak, mert az volt a választott nép vándorlása során az égből hullatott kenyér, amivel táplálkozhattak 40 éven keresztül. Jézus pedig itt azt mondja, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. Tehát most egyelőre még arról van szó, hogy belőle kell táplálkozni. Hogyan kell ezt érteni? Ezt még nem lehet itt tudni, illetve fokozatosan történik a kinyilatkoztatás, mert ezután jön az a meghökkentő mondat, miszerint a kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért. Tehát itt ebben a mondatban félreérthető, hogy amit az előbb fejtegettem, félreérthető, hogy Jézus a testét lényegíti át kenyérré, vagyis a testére mutat, hogy ebből kell enni, az ő húsát, vérét enni. A zsidó gondolkodásban ez
a valakinek a testét rágni, húsát tenni, az azt jelenti, hogy megrágalmazzák, ártanak neki, rossz szándékkal közelítenek valaki felé, kegyetlenkednek vele, vagy legyőzik azt a másikat. Ez egy meghökkentő mondat itt Jézus kinyilatkoztatásában. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életért. Tehát a testét teszi kenyérré, vagy majd valamiféle kenyeret fog a testévé tenni. Ezek a mi hitbeli, teológiai kérdéseink, amelyeket igyekszünk tovább gondolni, majd rövid szünet után. Nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Jézus a húsvértestét nevezi ki kenyérnek, tápláléknak. Vagy majd valamiféle kenyér kerül sorra, tehát valóságos kenyér, amit kinevez az ő testévé. A Szentírás, János evangélium ezek után beszámol arról, hogy ez a kérdés felizgatta Jézus környezetét, felizgatta kortársait, a zsidóságot, hallgatóit. Erre vita támadt a zsidók közt. Hogy adhatja ez a testét eledelül? Hát ebből a töprengésből, ebből a kérdésből nyilvánvalóvá lesz az, hogy elsősorban valóban kannibalizmusra gondolnak ezek az emberek, tehát arra, hogy Jézusnak az emberi húsvértestét kell enni. És Jézus fokozza a töprengésnek a tartalmát, vagy a meghökkenésnek még nagyobb alapot ad. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. Ennyi talán elég, itt a 6. fejezet 52. versétől az
54. versig bezárólag. Enni kell Jézus testét. Még mindig nem ad erre magyarázatot, hogy hogy kell ezt érteni. Az evésen hangsúly van, az evilági táplálkozáson, tehát ezt nem lehet kikerülni. Az evés fogalma nem válik jelképes gondolattá, amit majd később is látunk. Ez a bizonyos átlényegítés, amiről bölcseletileg sokat gondolkodtunk már az előző adásban is és ma is. Ez ad majd erre magyarázatot, hogy a húsvértestből lesz a kenyér, vagy a kenyérből lesz Jézusnak az áldozati teste. Hát nyilván a kenyér, ha megmarad, akkor nem válik húsvértesté, illetve Jézus, ha testét, vérét eteti, itatja a tanítványaival, és ezt szó szerint kellene elsődleges értelembe venni, akkor valóban az ő húsvértestével kéne táplálkozni, de átlényegíti kenyérré ezt a húsvértestet, és valóban aztán a kenyér lesz a hangsúlyos fogalom, és a kenyér lesz átlényegítve az ő áldozati testévé, és majd valamiféle italról is szó van, és sorra kerül az is, mert hiszen itt már azok után, hogy Jézus beszél arról, hogy a kenyér, amelyet adok a testem a világ életéért, itt már kibővíti ezekben a mondatokban, hogy nem eszitek, ha nem eszitek az emberfia testét is, nem isszátok a vérét, hát ez még meghökkentőbb dolog, tehát itt valóban a hús-vér testre kell gondolni elsődlegesen, amit Jézus ételként, a vérét pedig italként ad a tanítványainak. Tehát behozza az evésnek és az ivásnak valóságos fogalmát. Egyébként itt a János evangéliumában már mind a kettőről szó esett, hiszen ha egy kicsit előre lapozunk, akkor megígéri Jézus azt, hogy Isten kenyere az, aki alászáll a mennyből, és életet ad a világnak. Erre így szóltak, olvassuk ezt a 34. versben. Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. És akkor még ráadásul Jézus kimondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik. És aztán itt bejön már ebben a versben, itt a 35. versben, aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Tehát a hitet a szomjúsághoz méri. Tehát itt már előzetesen az evés-ivásnak a valóságos fogalma az jelen van. Sőt, ha még korábbra, előbbre lapozunk az eseményekben, a korábbi eseményekhez, akkor itt van a szamariai asszony esete a 4. fejezetben, amit szintén nagyon hosszasan jellemeztünk, és itt a 13. versben, a 4. fejezetben azt mondja Jézus az ivásról, ugyanis inni kér az asszonytól, majd aztán azt mondja, hogyha tudná azt az asszony, hogy ő kicsoda, tehát ha ismernéd Isten ajándékát, azt, aki azt mondja neked, adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked. Ez volna a 10. versben, és aztán a 15. versben ez szó szerint értelmezi az asszony, és azt mondja Jézusnak a vitázó párbeszéd után, Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, és ne kelljen ide járnom meríteni. Tehát itt már a szomjazás, az ivás, az örök életre szökkelő víz, az élet vize
élővíz. Ezek már előfordultak a negyedik fejezetben, itt a hatodik fejezetben pedig a 35. versben Jézus beszél arról, hogy ő az élet kenyere, és aztán arról is beszél, hogy aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Tehát az éhség, szomjúság és az ezt feloldó emberi cselekedet az evés és az ivás, amellyel csillapítani lehet az éhséget, illetve a szomjúságot, ez újra előkerül. És ezek a fogalmak nem válnak jelképessé, ez nagyon fontos, hogy valóban evésre kell gondolnunk, és az ivásra, ezekre az emberi cselekedetekre. Hogy aztán mit kell enni, meg mit kell inni, azt úgyis megtudjuk, és Jézus megadja ezt az eukarisztiában, hiszen az élet kenyere, más szóval az ő szentségi teste, vére a kenyérben és a borban, amelynek felismeréséhez majd elérkezünk, illetve ennek az ajándékozásához. De az evés, ivás azok, ezek a fogalmak, az erre való bíztatás, az fizikai értelemben is valóságos. Tehát nem csak valami gondolati dologra, valami szellemi táplálkozásra gondol Jézus, hanem valóban az emberi értelemben vett, elsődleges értelemben vett evésre és ivásra. Ez azért fontos, mert az evés-ivásnak az emberi folyamatát és természetét is jól ismerjük. Tudjuk jól, hogy az étkezés, az evés életet ad, az ételben erő van, a táplálkozásból meríti az emberi test az erejét, az energiáit, és a test élet működéseinek fenntartásához elengedhetetlenül fontos az ivás. Ezt a mai korunkban mind orvosok, mind természetgyógyászok, de a bölcs hétköznapi emberek is belátják és hirdetik, hogy inni kell sokat. Tehát a folyadékbevitelre kell gondolni, nem a Johann Strauss denevér operettjének egyik áriájára, amelyben erről esik szó a magyar fordítás szerint, hogy inni kell, higgyed el, boldog csak is így leszel, és hát ez a pezsgő vagy az alkoholfogyasztásra vonatkozik egyébként, hát itt nyilván nem erről van szó, hanem a folyadékbevitelre. Azért fontos ezekről az élettani kérdésekről beszélnünk, mert ezeknek a biológiai folyamata, mint ez most már valóban jelkép, nagyon fontos lesz annak megértésében, hogy hogyan, mit kínál fel Jézus akkor, amikor a testét, vérét eledelül és italul adja az embernek. Olyan egymásban levést, olyan egyesülést, mint ami történik az ember testében, az emberi test biológiai működésében, a táplálkozás hatására, vagy az ivás hatására. Mindezek éltetik az emberi testet, és tudjuk jól, hogy az emberi testnek az anyagi folyamataiba bekapcsolódnak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ezeket az emberi test feldolgozza, megemészti, akkor bizonyos egyesülésre gondolunk, hiszen így szabadulnak föl azok a tápanyagok, azok az vitaminok, azok az értékek, amelyekre az emberi testnek szüksége van. Mindezeket én nem tudom annyira szakszerűen elmondani, mert nem ez az én hivatásom, de ilyen hétköznapi módon nyilván felhívom erre a figyelmet, mert a hitbeli megértés szempontjából ezekről beszélnünk kell. Tehát arról, hogy ahogyan az emberi test megemészti a táplálékot magába, foglalja, és az emberi test mintegy ezt felszívja, és egyesül ennek a tápláléknak a hasznos értékeivel nyilván,
és ugyanígy az élettani szempontból az ivásra is, a folyadékbevitelre szükség van. Jézus szándékosan a táplálkozást, az ivást, az evést-ivást lényegíti át, majd aztán a vele való lelki egyesülésre, ami aztán már nem bizonyos fizikai következmény nyilvánvalóan, hanem ez a lelki egyesülés a hit által valósul meg. Tehát amikor valaki Jézussal egyesülni akar, belőle akar táplálkozni, azt meg kell, hogy előzze a hit. Csak az veheti magához Jézusnak a testét és vérét, az ő áldozati testét és vérét, aki hisz benne. Ezt már itt kimondta a 35. versben. Aki bennem hisz, az nem szomjazik meg soha. A hallgatóság, akár a szamariai asszony, akár itt Jézus környezete, az evésre, ivásra vonatkozó szavakat elsődlegesen értelmezi, legalábbis első hallásra, de aztán meg kell értenünk, hogy itt egészen másról van szó. Ez a megütközés, ez érthető, amikor azt mondják, hogy adhatja ez a testét eledelül. És aztán Jézus fokozza az alapot a megütközéshez, hiszen már akkor ivásról is beszél, sőt az ő vérének ivásáról, ez még inkább meghökkentő, hiszen a vérben az élet hordozó anyagot látják, és a vérben azért az élet leheletének hordozóját is nyilván, mert akinek, vagy aminek a vérét kiontják, az elveszíti az életet, mert nincs benne az élet hordozója, nincs benne a teremtő ereje, az a belénk lehelt éltető lélek, amely élővé tesz bennünket. Ez más, mint az a bizonyos szellemi lelkünk, amint Isten képmása. Tehát a bibliai gondolkodásban és a bölcseleti gondolkodásban is ott szerepel az, hogy az élő lények, amelyek mozognak, azokba belelehelte az Úr az élet leheletét, és ez a mozgás és az élő tevékenység és megnyilatkozás, ez ettől van, hogy van bennük éltető lélek. Én is elcsodálkoztam, amikor a papi székben ültem a Szentmisén az egyik nap, és egy pók haladt el előttem a kövön, és hatalmas lábaival lépdelt előttem, és úgy elcsodálkoztam, hogy hát mi mozgatja ezt a parányi teremtményt, amelyik mégiscsak halad előre. Tehát ezeken elcsodálkozunk, és a bibliai gondolkodásban, hát nyilván az éltető Isten, az, aki az élő lényeit élővé tesz, és olyannak teremtette meg az élővilágot, hogy ez valóban képes mozogni, fejlődni, szaporodni, és benne van az élet, az Úrtól kapott élet. Nyilvánvalóan itt most egészen másfajta élet felé közeledünk, ami már nem ez a biológiai létezés, hanem az örökké valóságunk az isteni világban, az isteni természettel egyesülve. Rövid szünetet tartunk, és haladunk tovább e kérdések fejtegetésében.
Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. János evangéliuma, 6. fejezet. Jézus folytatja meghökkentő kinyilatkoztatását. 53. 54. vers. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. Itt még egy többlet jelentkezik a kinyilatkoztatásban, a feltámadásnak az ajándéka. És ez is mutatja, hogy itt valóságosan és biológiai értelemben is táplálkozásról és folyadékbevitelről van szó, tehát evésről és ivásról beszélünk. Csak még azt kell megérteni, hogy miként kell magunkhoz vennünk Jézus valóságos testét és vérét, hogyan ehetjük azt meg, és hogyan ihatjuk a vérét. Nyilván már ezt jól megértettük, hogy nem elsődleges és a húsvér test értelmében, sőt a korábbi előzményről is szó esett már, a hitről, hogyha Jézusban hisz valaki, az nem szomjazik meg soha, mert ő az a valaki, aki az égből szállt alá, a mennyből jött közénk. Enni kell az ő testét, és inni az ő vérét a hit által. Fontos ez a fizikai táplálkozás is, de ez csak akkor történhet meg, ha ezt megelőzi a hit. Mert nem fordítva történik, hogy bevesszük a gyógyszert, és akkor az valahogy hat ránk a testünkre. Jót is kell hinni abban, hogy tényleg fog hatni, meg akik készítik a gyógyszereinket, azok értenek ehhez, és valóban arra a problémára, amire gyógyszert szedünk, vagy veszünk be alkalomattán, arra a megoldást jelent, de az Úr Jézus testénél és vérénél nem lehet ezt a sorrendet követnünk, hogy na jó, eszem azt a valamilyen testet, és iszom abból a valamilyen vérből, még itt nem értettük meg pontosan, meg nem történt meg ennek a tisztázása a bibliai sorrend szerint. Mi már tudjuk, hogy mire gondolunk, vagy mire kell gondolni, de haladjunk még így az események és a szentírási leírás fokozatossága szerint. Nem fordítva történik, hogy most na akkor együnk ebből a kenyérből, ígyünk a borból, és akkor, hát először is akkor majd talán felébred bennünk valamiféle hit, vagy pedig akkor akár hit nélkül, hát ez egy olyan gyógyszer lesz számunkra, amit örökké élhetünk, vagyis itt hangzik az ígéret, hogy aki belőle táplálkozik, Jézusból táplálkozik, annak örök élete van, és Jézus feltámasztja a benne hívőket az utolsó napon. Tehát, és a feltámadásban itt mindenképpen a test szerintiségre kell gondolnunk. Ezért is fontos, egyrészt azt elmondtuk már, hogy a jelkép, mert ez valóban egy jelképes megközelítés, amit fizikai módon mégiscsak alkalmaznunk kell, de azért kell fizikailag alkalmaznunk az evést-ivást, hogy annak bennünk lezajló folyamata emlékeztessen arra bennünket, hívja fel a figyelmünket arra, vagy jelképezze azt számunkra, hogy mi Jézussal egyesülünk. A vele való egységben, hogy ő bennünk van, az életünkben van, a szívünkben van, hordozzuk őt, ő meg minket, egymásban vagyunk. Egyesülünk. Ez valójában fizikai értelemben megtörténik a táplálkozásban. Nyilván itt nem a fizikai
táplálkozás vannak, vagy annak hatásai jelentősek számunkra, hanem az Úr Jézussal való személyes egység, a vele való élet közösség, az egymásban levés. De mégis fontos, egy másik szempontból is ez a fizikai táplálkozás. Az első volt a jelkép, a másik az pedig, hogy Jézus a testünkre is hat, a vele való egység által. Nem mechanikusan, tehát ez nem egy örök életet adó kenyér és ital, amit hit nélkül csak úgy magunkhoz veszünk, mint egy gyógyszert, és akkor halhatatlanná válunk. Nem, hanem a hit által vesszük magunkhoz Krisztust, és fogadjuk be, és hordozzuk az életünkben. És a vele való egység, a belévetett hit adja meg nekünk az örök élet lehetőségét. Ez pedig már nem csak szellemi módon, hanem testben is megtörténik az örök élet lehetősége. Ezt nevezzük feltámadásnak, amikor feltámasztja a mi emberi testünket. Tehát a fizikai táplálkozás külső módja, amely egyúttal a hitbeli találkozást eredményezi Jézussal, vagy annak a jelévé is válik. Elengedhetetlenül fontos ez a fizikai egyesülés is, mert arra is oda kell figyelnünk, és abban is kell hinnünk, és arra is előkészülünk ebben a táplálkozásban, hogy a testünk fog föltámadni. És nem csak úgy lebegünk valami szellemi módon, nem szellemek és kísértetek leszünk az örökké valóságban, hanem dicsőséges módon, romolhatatlan módon, megújult módon, újjáteremtett módon, mindegy, hogy milyen kifejezést használunk, de valóságosan a testünk fog életre kelni. És ez az a többlet, amit ide még hozzátesz Jézus ehhez a fontos ígéretéhez, hogy feltámasztom őt az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Ez a jó fordítás. Van olyan fordításunk is, amelyben úgy van, hogy valóban étel, valóban ital. Ennél hangsúlyosabb ez az eredeti szándék, amit Jézus kimond, hogy valóságos ételként és valóságos italként, mert ez a valóban, ha mondjuk ezt a magyar szót használnánk az Úr Jézus teste, vére fogyasztására, akkor ott még mindig lehetne valamiféle jelképes szándékra gondolnunk, hogy Jézus győzködt bennünket, vagyis meg akar győzni bennünket arról, hogy az ő testét, vérét valóban ételként, italként gondoljuk el, de itt nem erről van szó, hanem a valóságos táplálkozásról, amelyről az imént már hosszasan gondolkodtunk, tehát ő valóságos ételt és valóságos italt akar adni nekünk. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg bennem. Tehát itt van az a párhuzamosság, a test szerinti táplálkozás és italfogyasztás, a testünkben lezajló egyesülés a táplálékkal, amely számunkra jelzi, hogy eközben, amikor ez a fizikai, vagy inkább mondom, biológiai találkozás megtörténik a testünk és a táplálék között, akkor Jézussal lélekben egyesülünk, vagyis mi befogadjuk őt az életünkbe. Ő hordoz az ő létében, az ő életében. Egy másik szép hasonlat, majd erről is szó esik, a szőlőtől szőlővessző hasonlat, ezt a keringést, ezt az egymásban levést, ezt az elválaszthatatlanságot, ezt kell érzékelnünk, hogy amikor Jézus testét, vérét magunkhoz vesszük, akkor ez az egymásban levés valósul meg. Erről beszél egész nyíltan is
félreérthetetlenül itt az János evangéliuma 6. fejezete szerint. Az 56. versben az Úr Jézus, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Tehát ez a személyi közösség, a személyes találkozás, egymás hordozása, egymással való egyesülés. Ez ennél szebben ezt nem lehetne kifejezni, és nem lehetne leírni sem. És még folytassuk, és egészen elmegyünk most az 58. vers végéig. Nézzük meg, miről van itt szó. Még a továbbiakban, az egymásban levés után, mit mond Jézus. Engem az élő Atya küldött. Tehát az élő Isten, az egy szentmint azt is jelenti, hogy életet adó Isten. A templomi mozaikunkon, Gazdag Réten, Márko Iván Ruplik jezsuita atya teológiai üzenetét láthatjuk, három kerek, három színű palacsinta formájú nagy mozaik formájában, és piros, fehér és kék színű ez a három pizza vagy palacsinta képződmény ott a mozaikok sorában, és a piros szín az atya színe. És elmagyarázza, és ahol megjelenik az isteni ábrázolásokban a Szent Háromság, vagy a Szent Háromság személyei, hát ez a három szép nagy tányér ott a falon, ez a Szent Háromság ábrázolása, és a piros az atya színe ebben az esetben. És Rupnik atya elmondta, hogy azért a piros, mert ez a vérszíne, az életé, az életfakasztásé, amiről a korábbiakban is beszéltünk, tehát az élet továbbadásának, az élet ajándékozásának a színe, a teremtő erő. Tehát az atya az, aki az életet adja, akiből áramlik az élet, aki, mint teremtő atya, nekünk is létet adott. Tehát ezért mondja Jézus itt, hogy engem az élő atya küldött, és általa élek is. Ebben az életfogalomban itt most a Szent Háromságos életre gondolunk, arról a mennyei világról gondolkodunk, amelyből Jézus alászállott ebbe a földi világban. És ezt ígéri meg nekünk, ezt az életet, vagyis az isteni életet ígéri Jézus, így az is élni fog általam, aki engem eszik. Tehát az örök élet és a testben való feltámadás, ez már isteni ajándék, ez az isteni természetben való részesedés, annak a következménye. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Tehát megint a mannára utal Jézus, amelyet 40 évig ehettek, ez az égi táplálék, amiből táplálkoztak, ez segítette őket a vándorlásban, de aztán meghaltak a választott nép fiai. Jézus az égből szállott kenyérként, aki önmagát adja, már az isteni természetét ígéri meg és kínálja föl a belőle való táplálkozás által, és így teljesedik az ő ígérete, hogy aki ő belőle eszik, az örökké él. Folytatjuk majd ezt a közös gondolkodást erről a nem csak nehéz, de ugyanakkor csodálatos témáról, hanem az örök életünket meghatározó lehetőségről. Már ma is kinyitottam a Biblia mellett a katekizmust is, hogy abból az ide vonatkozó tanítást felkínáljam és idézzem. Ma még nem került erre sor, de majd ahogy haladunk, mindent szemügyre veszünk, és mélyen át fogunk gondolni a továbbiakban is. Köszönöm kedves nézőink figyelmét a mai találkozásunk alkalmával, minden kedves nézőnk és szeretteik életére. Isten áldását kérem a találkozásunkat várva,
a Lélekemelő című műsorunk, vallási műsorunk végén. Szeretettel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!